Egy évvel ezelőtt készültek ezek a felvételek a Sárospataki vízikapunál, amikor is nagy sikerű koncertet adott a Hooligan zenekar. Az idei, most hétvégére betervezett koncertjük viszont a rossz időjárás hatására elmaradt. Péntek délután érkezett meg a hidegfront Zemplénbe, több helyen is fákat döntött ki, tetőkben is kárt okozott. Az amatőr felvételeken is jól látszik, hirtelen erős széllel viszonylag nagy mennyiségű csapadék hullott le. Az átvonuló vihart követően a szervezők és a zenekar is optimisták voltak. Csipa a várakozás alatt arról beszél stábunknak, jövőre 20 évesek lesznek. Itt a 19 év alatt letettünk az asztalra konkrétan 10 lemezt, meg egy felet, amit mi csak fél lemeznek hívunk, ugyanis az ilyen nem feldolgozás lemez, hanem igazából Hooligans dalok, csak mindenféle magyar kedvenc előadóinkkal játszattuk fel azokat a dalokat, amit ők személy szerint kiválasztottak maguknak. Úgyhogy hát meg ugye, mint mondta, 19 év eltelt, annyi minden történt velünk, hogy nagyon sok minden. Sárospatakon több városrészben is az áramellátással adódtak gondok, a vízikapunál is ez volt a probléma. A kiérkező elektromos társaság szakemberei és helyiek közösen egy óra alatt újra áramot varázsoltak a hálózatba, de az újra megadta magát az első szám felénél, véget ért a dal. Ezek után hangosítás nélkül maradt a zenekar. A rajongók türelmesen továbbra is vártak, de tudomásul kellett venniük, hogy a technika ördöge ezúttal ellenük dolgozott. A városvezetés és a Hooligan zenekar gyors egyeztetését követően bejelentették, augusztus 9-én a Makovec téren ingyenes koncerttel kárpótolják a rajongókat. A hétvégi koncert jegyeit a vásárlás helyén vissza lehet váltani.